Reményeim szerint Vég József kriminálpszichológus van itt a telefonvonalban. Jó reggelt kívánok, Vég úr, hall-e engem? Jó reggelt kívánok, igen, hallom ezt. Üdvözlöm, köszönöm, hogy itt van velünk ma reggel. Sajtóténként kezelte azt, hogy iskolai vérengzésre, vagy a sajtó egy része iskolai vérengzésre készült egy budapesti tinédzser. Ugyanakkor a nyitó kérdésem az az, hogy valóban biztos, hogy erre készült-e, vagy valamiféle feltűnési viszketegség, esetleg valamiféle olyan kifejezési módot választott, ami egészen biztosan nagyon nem helyes, de nem készült erre. Nos, pontosan nem tudhatjuk, mi volt a motivációja a fiatalembernek. Egy biztos hasonló esetekben valóban egy kicsit úgy kell mondanom, hogy feltűnési viszketegség szokott a háttérben állni, vagyis kóros érzelmi működésmód, ami arról szól, hogy figyelmet kell kapnom az, hogy úgy érezzem, mint a szeretve vagyok. És megtanulni, hogy hogyan kell figyelmet kelteni maga irányában, val és magatartással, vagy kijelentésekkel, és azt szeretetként szeretném megélni, de igazából ez nem szeretet. Nagyon gyorsan felsorolom a tényeket, egy 15 éves fiatalemberről van szó, akit 2 év próbaidőre ítéltek, az ügyészség fellebbezett és letöltendő büntetést szeretne rá kiróni, illetve azt szeretné, hogy kerüljön valóban is börtönbe, ugyanis egy szintén fiatalkorú társának azzal dicsekedett, vagy azt mondta, hogy iskolai vérengzést szeretne végrehajtani, méghozzá floridai mintára. Mekkora itt a sajtónak a felelőssége? Egyrészt be kell számolni a sajtónak bizonyos esetekről, másrészt nehogy véletlenül ötleteket, tippeket adjon esetleg olyan zavart elméjű vagy zavartságban lévő fiataloknak, akik akár hajlamosak ilyenre. Az a helyzet, hogy valóban vannak úgynevezett mintakövető elkövetők, akik valakinek a mintáját másolják le. Nyilván mintát akkor lehet kapni, amennyiben látom, hallom, olvasom valahol, hogy ki mire gondolkodott, ki milyen cselekményt hajtott végre, és mekkora volt a sajtó visszhangja. Ugyanakkor a sajtót nem lehet felesíteni, hiszen csak a munkáját végzi. Értem, ugyanakkor voltak, és nyilván párhuzamot nem lehet vonni, de vannak olyan elkövetők, akár például a népírtó Breivikre, ha gondolok, aki kifejezetten élvezi a sajtó figyelmét. Aztán ugye sokszor emlegették például azt a magyar fiatalembert, aki rendszeresen ugye mindenféle bűncselekmény elkövetésével vagy fenyegetőzött, vagy nem fenyegetőzött, de jól láthatóan élvezte a sajtóban való megjelenést. Van-e erre valamiféle etikai kódex, amit a sajtó számára ki lehetne dolgozni, hogy hogyan foglalkozzunk ezekkel az esetekkel? Most hát hasonlóan kéne eljárni, mint ahogy a terrorcselekmények esetében kéne eljárni, hiszen ezek a cselekmények extrémista cselekmények, amelyek hát eléggé párhuzamba vonhatók a terrorcselekményekkel. Vagyis a sajtó visszhangja nagy mértékben tudja erősíteni az elkövetői motivációt, sőt újabb elkövetők kaphatnak motivációt, inspirációt, ahogy kövessenek el hasonló cselekményt, avagy csak fenyegetőzzenek vele. Hála Istennek itt megmaradt a fenyegetőzésnél, még egyszer elmondom, hiszen ez elsősorban, sőt, egészen biztosan nem a sajtóról szólt. A 15 éves fiatalember 2 év próbaidőre felfüggesztett büntetést kapott, egyébként még folyamatban van az úgy. Vég József kriminálpszichológus volt telefonon a vendégem. Köszönöm szépen, hogy ma reggel a rendelkezésünkre állt. Viszont hallásra. Viszont hallásra.